Kiderült, hogy teljesítettek első negyedévben a magyarországi bankok, elemzők további kamatvágást várnak a Magyar Jegybanktól, hirtelen erősödni kezdett a forint, és óvatosak a befektetők, ukrán és európai parlamenti választások is lesznek. 4 óra van, jó napot kívánok, Füstös Móni vagyok, mondom a részleteket. A bankok idei első negyedévi összesített adózás előtti eredménye 77 milliárd forint volt, ami 18%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezt közölte ma a Magyar Nemzeti Bank a honlapján. Ebből a részvénytársasági hitelintézetek 75 milliárd forint, a szövetkezeti hitelintézetek 1,5 milliárd, a hitelintézeti fióktelepek pedig 2,3 milliárd forint adózás előtti eredményt értek el, míg a speciális pénzintézetek veszteségesek voltak. Az év első 3 hónapjában a 142 nyereséges hitelintézet 94,5 milliárd forint nyereséget, a 28 veszteséges bank pedig 17,7 milliárd forint veszteséget könyvelt el. A bankok lakossági hitelállománya 8,5%-kal zsugorodott 1 év alatt, és a vállalati hitelállomány is leépül. Tavaly március végéhez képest 5,5%-kal csökkent az állomány. A megtakarítási oldalon érdekes a kép, miközben a lakossági betétekből 1 év alatt 885 milliárd forint távozott, addig a vállalatok, akiknek pedig a hitelfelvevői oldalon kellene tolonganiuk, nettó betét elhelyezők voltak. A Reuters által megkérdezett elemzők többsége szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa folytatja a kamatcsökkentést a jövő keddi ülésén. A felmérésbe bevont 20 elemző közül 16 szerint a kamat 10 bázisponttal rekord alacsony szintre 2,4%-ra csökken a jelenlegi 2,5%-ról. Amennyiben így lesz, akkor a magyar kamatszint alacsonyabb lesz, mint a lengyelországi, miközben a lengyel gazdaság erősebb és az ország adósi besorolása is jobb. Ezen kívül Csehországot leszámítva a magyar kamatszint a legalacsonyabb lesz a térségben a nem euróval vezeti országok között. A keddi történések nagyban befolyásolhatják majd a forint árfolyamát, ma azonban nagyon szűk sávban mozgott a forint. Az elmúlt fél órában azonban hirtelen erősödni kezdett. Jelenleg 302 forint 80 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon, és 248 forintot 1 svájci frankért. Reggel elemzők azt jósolták, hogy az euró áttörheti a 303 forintos szintet, és akár 300-ig is mehet az árfolyam. A 303-as szint áttörése sikerült, a 300 forintosé viszont nem valószínű, hogy hétvége előtt már sikerülni fog. A tőzsdén is kicsi a mozgás, rendkívül alacsony a forgalom, de ez nem is csoda. Az ukrán és az európai választások miatt ugyanis óvatosak az európai befektetők. Az ukrajnai választások hatása már most is érezhető az euró ár folyamán is. A közös pénz gyengébb, mint kellene, mert nem lehet tudni, hogy Oroszország miként reagál az ukrajnai szavazásra. Visszatérve a tőzsdére, a BUX ebben a pillanatban 1,1%-os plusz mutat, a vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom van mínuszban, az OTP és a MOL pedig is pluszban. Szükségszerűnek tartja a konfliktusokat Brüsszellel a magyar miniszterelnök. Szerinte, aki nem vállalja a vitát, az balek, nem képes arra, hogy képviselje országát. Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, számos olyan magyar ügy van, ami a magyarok mindennapi életét érinti, és Brüsszel ezeket a döntéseket meg tudja változtatni. Példaként említette a rezsicsökkentést és a földtörvényt. Orbán Viktor beszélt az ukrán helyzetről és a magyar kormányalakításról is. Azt mondta, a miniszterek neve már 100%-ban eldőlt, míg az államtitkárok névsorát 80%-ban döntötte el. A privát bankár híradóját látták, élő híradóval legközelebb hétfő reggel jelentkezünk. Addig olvassanak minket a privát bankár oldalain. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk.
A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.